A 2015-ben kirobbant migránsválság rámutatott arra, hogy Európa identitásválsággal küzd. Most arra teljesen egyértelmű, hogy az unión belül nincs egységes álláspont azzal kapcsolatban, hogy miként viszonyuljanak a szövetséges államok az ideérkező több millió bevándorlóhoz. A május 26-ai európai parlamenti választás ezért történelmi jelentőségű lesz. A tét ugyanis, hogy Európa bevándorló kontinensé válik-e vagy sem. Ezt mondta a külgazdasági és külügyminisztérium parlamenti államtitkára Szekszárdon megtartott lakossági fóruma előtt. Semmiképpen nem vár ránk könnyű munka, bárhogy is alakul a választás. Nem kiabálnám el a győzelmet, de arra szerintem bizton számíthatunk, hogy eltolódnak az erőviszonyok a mi táborunk irányának a javára, és az a mainstream politika, az a fősodorbeli politika, ami ma Európát vezérli, az egy nagy ütést fog kapni. Mi legalábbis magunk erejéhez mérten mindent megteszünk ezért. Horváth István, a szekszárdi választókerület kormánypárti országgyűlési képviselője, azt mondta, hogy a Fidesz és a KDNP aktivistái az elmúlt hetekben már több ezer támogató aláírást gyűjtöttek össze, de a cél még messze van. Több mint 10 000 aláírást már begyűjtöttünk. A következő 2-3 hétben tovább is szeretnénk fokozni az aláírásokat, nagyon sok aktivista segíti a munkákat. Terveink szerint a választás végig mintegy 15 000 aláírást tudunk a választókerületben a Fidesz-KDNP támogatására, illetve Orbán Viktor miniszterelnök úr programjának a támogatására legalább összegyűjteni. A sajtótájékoztatót követően Magyar Levente és Horváth István lakossági fóruma teltház mellett zajlott a szekszárdi Plac közösségi tér nagy termében.